És most minden idők legnagyobb retro slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában, hogy jól érezze magát. Ez a Sztárzsáv Várkonyi Attilával. Önök a Retro Rádiót hallgatják, minden idők a legnagyobb retro slágerei szólnak. Nagyon érdekes hullámvasút, ha az ember fecóra gondol, mert nyilván hiányzik, szeretjük, szerettük, de én mindig jelen időben beszélek róla. Másrésztről pedig a hiány és a szomorúság mellett van egy nagyon nagy ajándék, amit fecó itt hagyott nekünk, a művészete, a dalai, a barátságai, a kapcsolatok. Egy olyan emberrel fogok most beszélgetni, akivel nagyon régóta munka és baráti kapcsolatban volt Balázs Fecó. Ő Rózsa István, a Rózsa Records tulajdonosa, hatalmas koncertek szervezője, többek között Fenyő Miklóssal, Demjén Ferenccel, Cserháti Zsuzsával, és nagyon hosszasan sorolhatnám, még a Tankcsapdát is ide tudnám sorolni. Dolgozott együtt az elmúlt években, és a magyar könnyűzene egyik legbefolyásosabb alakja ő, akivel tényleg nagyon jó, hogy személyes viszonyt ápolt Balázs Fecó. Szervusz Pisti, szép vasárnapot neked! Szervusz Attila, neked is szervusz! Készültetek a koncertre, és az a koncert sajnos már abban a formában bizonyosan nem valósul meg, ahogy eredetileg terveztétek. Mióta készülöttök ennek a megvalósítására? Tervbe volt már véve egy éve lassan, és ugye ez a járványhelyzet azért sok mindent átírt rá. A legutóbb és sajnos legutolsó beszélgetésünk, találkozónk, még a kedves felesége is eljött, az Imola, és valamikor október, már a raktárkoncertek után, már októberben volt, október végén, és azt beszéltük meg, hogy decemberben üljünk le még egyszer a járványhelyzet kapcsán. Az egyébként májusra tervezett Balázs Fecó 70 megvalósítható, vagy arrébb kell tolni. Hát sajnos ez a leülés így már nem tud megvalósulni. Szomorú vagyok, de sok szép emlék fűz Fecóhoz, 90-es évek elejétől, Gyertyák a téren, Balázs Fecó és a Korál lemezek kiadása, Sitke. Jó dolgokat csináltunk, azt gondolom, együtt, és hát a legutolsó fellépés, amit nem gondoltam, hogy a legutolsó lesz, ami ilyen nagy aréna kaliberű, az ugye a Demiér Uzsinak a comeback-jén, tehát a visszatérésen volt a arénában, úgyhogy hát itt volt tulajdonképpen a együttműködésnek, mármint így a koncertszerű együttműködésnek vége. Minden vasárnap Sztárzsáv Extra, a házigazda Várkonyi Attila. Rózsa István a Retro Rádió vendége, ezen a hétvégén Balázs Fecóra emlékezünk, és természetesen vele kapcsolatban megszólaltatjuk azokat a barátokat, ismerősöket, kollégákat, akikkel itt az elmúlt évtizedek során Fecó együtt dolgozott. Rózsa István, mint kiadó és mint koncertszervező is többször működött közre Balázs Fecó valamely produkciójában is. Volt, ha jól emlékszem, Tabán koncert is, és hát sorolhatnám hosszasan azokat az eseményeket, ahol Rózsa Istvánnak közösen állítottak színpadra valamit. Egy nagyon furcsát kérdezek most, Pisti, mennyire volt könnyű Fecóval együtt dolgozni? Nem hivatalból mondom, nekem kellemes tapasztalataim vannak, voltak, nem emlékszem vissza olyan típusú konfliktusra, ami terhelte volna. Ugye csináltam a Balázs Fecó 60-at is, amiben nem értettünk néha egyet, de ez egy ilyen szakmai kérdés volt, esetleg a vendégekbe, vagy a koncepcióba, de ezt kb. 5 perc alatt beszéltük át. Nekem nagyon kellemes, simulékony, konstruktív együttműködésem volt vele mindig is, azt gondolom. Erre akartam egyébként pont rákérdezni, nem is gondoltam, ismerlek mindkettőtöket nagyon régóta, nem is gondoltam, hogy veszekedés vagy konfliktus, hanem inkább az, hogy egy művész, és Fecó a szó legszebb értelmében volt művész, tehát állandóan a felhők között járt. Amikor, amit meséltél az előbb a koncert, ugye a Papp László Sportarénában, amikor lejött a színpadról, tártam én a színpad mögött, oda jött hozzám, és akkor mondta, hogy hát úgy kéne az ő koncertjét, és akkor elkezdte mondani, hogy ki fogta a karomat, megfogta, kihúzott oda oldalra, onnan látszott a színpad képe már a Rózsinak. És akkor mondta, hogy így kéne, úgy kéne, ez itt legyen, ott legyen. Szóval inkább erre akartam rákérdezni, hogy nagy álmodozó Fecó. Én azt gondolom, minden nagy művész nagy álmodozó. A menedzsmentnek meg mindig az a dolga, hogy az álmokat meg a realitásokat szinergiába tegye. Nálunk azt gondolom, mert mindig rendben volt, tehát nem volt soha ilyen típusú probléma
mondom meg rengeteget, így sajnos felidéztem én is, hogy 90 óta hány dolgot csináltunk együtt, ahogy te is mondtad, Tabár, Aréna, nem ez. Jó volt vele együtt dolgozni. Meg az a helyzet, hogy azt szoktam mondani egyébként nem ebben az esetre is, hogy mindig jobb egy macerás zsenivel együtt dolgozni, mint egy középszerű iparossal, mert abból egymásnak adunk impulzust, és én ezeket a kihívásokat mindig szerettem, és a Petro zseniális zeneszerző volt, és emlékszem, amikor Korál 1-es lemez kijött, az pedig egy igazi ilyen. Ez kb. Olyan volt, mint a Mély Motorok annó. Korát megelőző album volt a Korál 1-es című lemez is, ami egy ilyen akkor szokatlanul keretbe foglalt előszóval, utószóval, tehát az egy ilyen mű volt, és ugyanez igaz a Mémotorokra is, hogy a Korát megelőzte. Nagyon szép, nagyon jó alkotások születtek akkor, és ebből a Korál egyez mérföldkő volt, de hát ezt szerintem sokan gondoljuk így. Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondtad, és egy picit egy másik kérdés is motoszkál bennem, és sajnos dejavű érzésem volt, vagy nem sajnos, de dejavű érzésem volt, és emlékszem, hogy tavaly körülbelül ugyanígy december elején aggódtunk Demjén Ferencért, hogy színpadra tud-e állni, hogy jól lesz-e, és hát az maga volt szerintem a csoda, tehát a létezik isteni csoda, az, hogy Demjén Ferenc abból a betegségből, abból az állapotból december 30-ára abba az állapotba került, hogy hibátlanul végének el egy koncertet, hát ez tényleg a csoda kategória. Nyilván ti beszéltek nap, mint nap, hogy van Demjén Ferenc, mert szerintem ő érte is aggódik az ország, bár szerencsére semmi baja nincs, nagy valaki félreértse, csak hát várjuk, szeretjük és imádjuk a dalait. Én viccesen azt szoktam mondani neki, egy héten kétszer általában beszélünk, hogy ő egy luxus karanténban van, azért lényegesen nagyobb a farmja, mint egy konyhakert, tehát azon el lehet sétálgatni. És én úgy gondolom, hogy ő fejben is összerakta azt, hogy ő neki onnan most nem lehet kimozdulni. És hogy ez a műfaj, a mi műfajunk, a koncertműfaj mindenképpen kapott egy torpedó találatot. Ennek a fájdalmát gazdaságilag a raktárkoncertek a kormány által így csökkentették, de maga a műfajban még van 4-5 hónap csend. Szóval ez nagy önfegyelem kell, nagy hit ahhoz, hogy amit mindig szoktam mondani, hogy 60 pluszba, vagy 65 pluszba máshol vannak a tétek. A tét ott van, hogy vissza tud jönni valaki még a színpadra, vagy nem tud visszajönni. Mert nyilván megviseli a 30-40 éves, 50 éves művészeket is ez a csend, ez a kényszerű csend. De 65 fölött máshol vannak a tétek, és én őszintén hiszem, hogy jövőre azért annyira kinyílik ez a lehetőség. Ez a vírus visszavonul annyira, hogy ezek a ikonikus figurák, akik azért a magyar könnyű zenét, a magyar pop-rock zenét meghatározták, azok vissza tudnak jönni és vissza tudnak állni úgy a színpadra, hogy sokan lássák még őket. Nagyon szépen köszönöm, Pisti, és kívánok neked jó egészséget, kérlek, te is nagyon vigyázz magadra és a családodra is, és remélem, hogy hamarosan találkozhatunk egy színpad mellett, vagy valahol, ahol általában évtizedek óta találkozunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, Attila. Köszönöm, szervusz. Szervusz. Rózsa Istvánnal beszélgettem, aki többek között Cserháti Zsuzsával, Charlie-val, Demjén Ferenccel, a Tankcsapdával, V-motorokkal, Fenyő Miklóssal, sőt részben a Hungária nagykoncert szervezésében is részt vett. Ezeken az előadásokon találkozhattunk vele, valamint kiadóként. Tucatnyi előadó lemezét adta ki, és egyengette az útjaikat, és ahogy hallják ezt a népsort, nem is akárhogyan. Köszönöm, hogy velem tartanak, maradjanak velünk, továbbra is Balázs Fecóra emlékezünk.